Bizony, bizony, ismét itt vagyok önök előtt. Nos, egy vallomással tartozom. Valamikor az évezred váltás időszakában Sárbogárdon jártam, a Petőfi gimnáziumban, és egy sugárzóan szép tekintetű, ifjú emberrel találkoztam egy érettségi tablón. Nos, ő volt Fülöp Gyula. Tisztelettel köszöntelek, dr. Fülöp Gyula természetesen. Köszöntöm a nézőket, és téged is. Nos, ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy 1953-ban születtél, de hogyan lehet egy kiskunhalasi kisrácból sárbogárdi gimnazista, az összes többit pedig később? Nagyon egyszerű a történet. Édesapám hivatásos katonatisztként Kiskunhalason szolgált a tüzérezredben, hadnagyként, aztán amikor lehetőség volt rá, 58-ban tisztek választhattak, hogy hova szeretnének költözni. És úgy gondolta, hogy Sárbogárdra költözik az otthoni kiek parancsnokságra, mert Sárbogárd délése része Sárszent Miklós, és a családunk 1772 óta ott él, a nagy család, a Fülöpök és a Grászerek és az egyébek. Ez egy csoda történet. Sárbogárdról milyen út vezetett? Nem véletlenül mondtam ám, hogy az a sugárzó tekintetű ifjú, az bizony elindult a Csermelytől, egy poros mezővárosból. Ez nem egy jelzős szerkezet, hiszen Székesfehérvár sem volt más akkoriban, hogy elérje a tengert, már pedig neked sikerült, hiszen egyetemi doktor vagy. Egyenes utad volt? Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyenes utam volt születésemtől, mind a mai napig. Voltak benne buktatók természetesen, de az talán 1%-a lehet az életnek, ami buktatókat hozott, és valószínűleg azokat mind én időztem elő annak idején, és nem mások tettek keresztbe nekem. Ez úgy történt, hogy a bogárdi óvoda, iskola, gimnázium, rendkívül jó tanáraink voltak, akár a matematikában, akár hát Leszkovszky Albin tanárulat említjük, aki történelmi magyar tanárszakas volt, és hát a 62-es sárbogárdi honfaláskori ásatás Kralovánszky Alán Érik Inga vezérletével, akiknek van neve itt Fehérváron. Akkor láttam először ásatást, és akkor döntöttem el, hogy ez nekem tetszik, régész akarok lenni. Tehát megszólítottál? Ezek szerint igen. Ki volt, aki egyengette az utadat? Ki volt, aki segített? Leszkovszky Albinról beszéltünk már éppen eleget. Nemrégiben néztem meg azt a portréfilmet, amit az ő otthonában készítettünk Sárbogárdon, és azt mondom, hogy ő egy elhivatott pedagógus volt. Igen, rendkívül érzékeny volt. 42-en voltunk az osztályában. Ő volt az osztályfőnökünk is. De azt tudom mondani, már akkor is észrevettük, de később aztán már tudatosult bennünk, hogy viselkedett Albin velünk. Mindenkit személy szerint szólított meg, engem a könyvtárba küldött történelemkönyveket olvasni, a másikat amoda küldte másokat olvasni, tehát foglalkozott mind a két 40 gyermekével. Fogalmazhatunk úgy, hogy neki köszönheted a szakmai pályafutásod elejét, hiszen ő terelt valamerre. De hogy választottál magadnak szakirányt? Kiváló tanuló voltál, és nyilvánvaló, hogyha valaki régész szeretne lenni, akkor el kell mélyedni a történelemben. Most egy kis viccet is mondok hozzá. Gimnáziumban a kémiát azt első-második osztályban oktatták csak, és én ott 1-es, 2-es, 3-as voltam. Érettségire a külön tárgyat, a kémiát választottam. És az érettségi szünetben volt egy hónap, én az összes kémia könyvet, ami a kezem ügyébe került, kiolvastam és jelessel érettségiztem. Még az elnök mondta is, hogy hát látom az előző eredményt, hát maga 2-es, 3-as volt kémiából. Mondom, az akkor volt, akkor nem szerettem a kémiát. És mondta az elnök, amikor megkaptam a jelest, hogy és nem gondolkodik rajta, hogy vegyészmérnök legyen. Mondom, nem, már beadtam a felvételit történelem népművelés szakra, mert a régészetre csak utána lehetett, egyből nem lehetett felvételizni, hanem 3 szakot kellett vinni az első évben. Ugye nem tévedünk nagyot, ha azt mondom, hogy szeretted a kihívásokat.
Igen, mindig most is. Hanyadéves voltál? Tehát az egyetemi éveket lépjük át, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy végül is régész lettél egy megbecsült szakág egyik első számú tanára is, és vezetője, akit méltán nevezhetünk a saját választott hivatásának egyik legjobbjaként. No de, hogyan választottál szakirányt? Miért pont az avarkor, a népvándorlás? Miért ezzel kezdtél el foglalkozni? Hát kiváló tanáraink voltak. László Gyula nevét azt hiszem mindenki ismeri szélese hazában. Ő volt a népvándorlás honfoláskor professzora, azon kívül Mócsi András, a római kor nagy tudója, aki, ha Ficenőt hozom példának itt Fehérvárról, akkor egy kaliberűek voltak, akadémikus, már 45 évesen akadémikus volt Mócsi András, Bolna István, aki Dunajvárosból származott, ő pedig az őskort és a népvándorláskort, a germán népeket, az avarokat oktatta. Tehát tulajdonképpen nem egy professzorhoz köthető, hanem ez a három együtt adta azt, hogy én a magyar történelemnek, a Kárpát-medence történetének az első századtól, a római fordítástól a 13. századig, a kunok bejöveteléig foglalkozom. Tehát a szarmatakor, szarmatakor, avarkor, langobárdok, germánok, gepidák, honfoglaló magyarok, és hát a kunok, amikor... És ezt könnyen elfogadtad? Mi mindent lehetett egyébként? Ez két kérdés. Könnyen elfogadtad, vagy sem? Vagy voltak más elképzeléseid? Illetve mi mindent lehetett megtanulni ettől a három professzortól, hogy valaki kiteljesedhessék? Voltak mellé kacsingatások, nem a részemről, hanem mi nagyon kevés, hatan végeztünk egy évben, akkor nem dömping termelés volt. Köztük Siklósi Gyula, barátom, aki most is itt él, Cserményi Gyula barátunk, aki, vagy vagy barátunk, sajnos már nincs köztünk. Tehát hatan voltunk, és azért ez azt jelenti, hogy a minőségi professzorok keresték a lehetséges tanítványaikat. Úgyhogy Kákosi professzor úr próbált egyiptológiára rávinni, de hát nekem Egyiptom és a múmiák nem annyira tetszettek, mint ez, ahol élek. Ott nőttem föl vidéken, Kiskuhalason is, a porba futkoztunk, a lovaklába között nőttünk föl, és hát ez valahogy így a gyerekkor és a professzorok hatása így hozta ezt, hogy ezzel a korszakkal legyek kénytelen foglalkozni, ezt most idézőjelben mondtam. Hát László Gyula egy rendkívül egy polihisztor volt tulajdonképpen, festett, rajzolt, szép irodalmat írt, szakmai könyveket írt, emberileg úgy viselkedett, egy példát tudok mondani, hogy milyen volt László Gyula. 56-ban a Nemzeti Múzeumban, amikor volt a forradalom, az akkori főigazgatót, ugye akkor divat volt ütni-verni egymást, fel akarták akasztani a dolgozók egy része. László Gyula kiárt, és most olyan szót használok, amit ki szoktak fütyülni. Ám legyen. László Gyula azt mondta, hogy bolondok vagytok, emberek? Hát szarba akartok nyúlni? Hadd menjen haza. Ennyit mondott az öreg. És elengedték. És nem lett semmi baja. László Gyulát viszont kicsikét hátrébb helyezték, amikor véget ért a forradalom. Ezt nem felejtették el neki, hogy mit mondott. Pedig jót mondott, nem bántották. És László Gyula ilyen ember volt, hogy egy röviden. Lehetett a bántásokból tanulni? Miről? A bántásokból tanulni. Igen. Hiszen a 70-es évek elején kezdted az egyetemet. Akkor azért meglehetősen furcsa világ volt még. Abszolút. Teljesen más világ volt. Na most miután az ember nem azzal foglalkozott, ami körötte van, a büfében, az első emeleten vagy a második emeleten az egyetemen, hanem igen keményen tanultunk. Később jöttünk rá, hogy többet voltunk a könyvtárban, mint a kocsmában.
A jogászok többet voltak a kocsmában, mint a könyvtárban. És mégis ők a sikeresebbek. Hát ők lettek a részben. Sikeresebbek. A tanulás mindenkinek a javára szolgált. Ugyanakkor a sikerek is elértek benneteket sokkal gyorsabban. Ugye a Székesfehérváron kevesen tudják, hogy már 1975-ben, tehát az idei esztendőben 40 esztendeje is dolgoztál a Fejér megyei múzeumokban. Igen, hát február 25-én lesz, 40. éve, hogy Ficénőnél letettem a hivatali esküt, és megkaptam az első kis kezdő fizetésemet. Ahhoz, hogy professzor, egyetemi doktor legyél. Ehhez még csak annyit szeretnék. Igen, egyetemi doktor viszont igen. Hogy mi mindent kellett elsajátítani? Egy olyan szakmai szervezetben, ahol egy rendkívül határozott első számú vezető volt, mint Ficénő. Hát mindent, ami a múzeumban van. Kezdjük az, hogy a takarítástól kezdve mindent. Tehát ez a múzeum, és általában a múzeumok akkor és talán most is még nem úgy működtek, mint egy hivatal. A múzeum az az otthonunk volt. És hogyha bementünk és a takarítani beteg volt, akkor kitakarítottunk. Ha cipekedni kellett, cipekedtünk. Meg kellett ismerkedni a raktárak mélyével. Amikor ide kerültem, durván 1 millió tárgyat őrzött a múzeum. Most ebből, ami rámeső rész, az durván 200-300 ezer. Az első dolgom az volt, mert akkor még nem volt ennyi ásatás, hogy be a raktárba és minden tárgyat revíziózni. Leltárkönyvben bepecsételni, hogy megvan, rendben van. Ami nem volt rendben, azt vinni a restaurátorokhoz, hogy javítsák újra, és akkor megismerkedett az ember a restaurátorok munkájával is, hogy nem egy furcsa lények ők sem, csak ők ott babrálnak, mi meg kint babrálunk a terepen. Amikor az első tárgyal megismerkedtél, hiszen ez választott hivatásod volt, melyik volt az első gondolatod? Egyáltalán volt-e olyan pillanat, amikor feladtad? Hiszen 200-300 ezer tárgyból kellett kiválasztanod azt, ami a későbbi szakirányt is segíti. Volt ilyen? Volt számtalan, de leginkább azokat kedveltem, amelyikhez átvetülő emberi érzékek is fűződtek. Például volt egy ásatás, ahol egy kislány sírját tártuk föl. Tele volt üveggyöngyökkel, bronzkarperecekkel, 3 agyagedénybe tettek mellé élelmet a túlvilági útra, kis kései voltak, díszes kis öve. És hát mi régészek, hogy mondtuk, akkor még fiatal régészek voltunk, hú de gazdag sír. Jött egy néni a faluból, ez valószínűleg Szárd környékén volt, jött egy néni a faluból és nézte, azt mondja, hogy de szerethették ezt a szülei. Hát akkor esett le nekünk a tantusz. Semmiféle gazdag sírról szó sincs. A 100 darab üveggyöngy, csak így hasonlítva mondom, 10 forintot ér, a 4 kis bronzkarperec 60 forintot ér, a 3 agyagedény 5 forintot ér, de a szülei szerették, ezért aztán felruházták a túlvilági útra. Egy régész élhet lehajtott fejjel? Ekkor tanultad meg? Ja nem, akkor döbbentünk rá, hogy nem úgy gazdag. A szülei voltak lelkileg gazdagok. Tehát tudom, ki gazdag, ki szegény. Gorzium lett a szíved csücske, jól fogalmaztam? Hát valamelyest? Is. A zavarkor mellett természetesen. Igen. Hát amikor ide kerültem, természetesen tavasztól őszig Gorziumba dolgoztam én is, a többi kollégával együtt. Hát mondjuk az is szerencse volt, hogy Gorzium kellős közepén van egy nagy avarkori temető, amelyik a kezdetektől, a 6. század közepétől egészen a frank hódításig működő falu és temetője volt. Tehát úgy együtt volt a római korral. És miután római koros is voltam, hát publikáltam Gorziumról, és természetesen 1783-ban az első katonai felmérés, II. József alatt ábrázolja Gorziumot, a római kori Gorziumot. És ezt én felfedeztem, megmutattam Ficénőnek, aki hallelujázott, és azt mondta, hogy írd meg. Megírtam, és egy éven belül akkor, 76-ban vagy 77-ben, még fiatalon meg is jelent az akadémiai kiadó folyóiratában.
Ugyanakkor megmaradtál avarkorinak. Természetesen az avarokat is publikáltam. Közben hát az igari avarfejedelmi sírok kérdése, ami 30-as éveben került elő, de igazából össze-vissza volt, mert volt, amit kecskeméti műgyűjtőtől szereztek vissza, volt, amit a találók hoztak be, volt, amit Marosi Arnold, a múzeum első igazgatója tárt föl. És hát ezeknek utána járni, hát ebből lett a doktori disszertációm is, eredményekkel sikerült. A professzorom Bóna István, aki már szóba került ezelőbb, ő volt a doktorátus vezetőn, aki ezekkel foglalkozott, a vezéri sírokkal. Hát most hasra ütve, meg kicsikét magamat dicsérve, majdnem azt mondta a végén, jobban megírtad majdnem, mint én. Igen, ez a mosoly mindent elárul, mindenféle értelemben. Ha a publikációkról kevesebbet beszéljünk, mert hogy ugye ez annyira szakmai történet, viszont folyamatosan lépdeltél felfelé azon a grádicson, ami azért egy múzeumnál azt hiszem, hogy méltóság teljes. Tehát esztendőknek kellett eltennie, hogy dr. Fülöp Gyulát úgy tisztelhessük, mint a Fejér megyei múzeumok igazgatóját. Ez nehéz időszak volt? A köztes? Hát erre azt tudom mondani, hogy egy rendes futballista, egy Messi, ott kezdi, hogy óvodás korában futballozik, aztán bekerül az IFI-be, a juniorba, a tartalékba, a felnőttbe, válogatott lesz és világhírű labdarúgó. Én is úgy kezdtem. Igen, lent, és mindent tudni akarok, és mindent csinálni akarok. És így magától jöttek ezek a dolgok, hogy Ficinek egyszer eszébe jutott, hogy legyek régészeti csoportvezető, aztán régészeti osztályvezető. És amikor ők nyugdíjba mentek, 86-ban, akkor Kovács Péter lett az igazgató, és ő úgy gondolta, hogy legyek én az igazgató helyettes. 92-ben Péter lemondott, és akkor már pályázni kellett, 5 évente, és akkor azt mondta mindenki, hogy hát pályázz meg. És akkor így tényleg természetesen az IFI-től az igazgatóságig mindenbe bele kellett tanulni, meg hát itt emberekkel is foglalkozni kellett. Gyula, akkor, mert... nehéz szívvel pályáztál? Nem. Hiszen a te műfajod a terep volt egészen addig. Nem, mert... és nem is valljuk meg, hogy nem vagy hivatalnok típus. Abszolút nem. Elég öreg voltam ahhoz, hogy azt gondoljam magamról, hogy képes vagyok 168 embert intézményvezetői szinten jó értelemben véve kezelni. Valamint átláttam akkor már a pénzügyeket, mint igazgató helyettes, azért 6 év alatt, tehát ez a bürokrácia részét megtanultam 6 év alatt, és teljesen számomra normálisnak tűnt meg mindenki számára, mert egyhangulag szavazott meg a közösség is, meg az akkori megye önkormányzat is, a szakma is, hogy az első 5 év az simán menjen lendületből. A terepmunka egy részét megtartottad. Természetesen. Ugye azt nagyon is jól tudom, viszont sokat kellett segítened azoknak az ifjú kollégáknak, akik ma is ott dolgoznak. Számtalan ifjú kollégát. Na például ez is, hogy amikor az ember már öregszik, akkor már olyanokat mond, már 40-45 éves korában, hogy 5-en mentek el innét a Nemzeti Múzeumban, a galériába, stb. Sokan vannak itt, akik ide kerültek 90-es években, most is kiváló fiatal kollégák. Jó néhányan visszatértek. És jó néhányan vissza is tértek, mint például most Kulcser Mihály tavaly, aki nálunk kezdett talán 86-87-ben, aztán elment a Örökségvédelmi Hivatalhoz egy 4-5 év múlva, és most tavaly visszakerült hozzánk régészigazgató helyettesnek. Nos, ugye arról beszéltünk, hogy a publikációkat nem említem. 25-öt számoltam meg egyébként, de ez nyilván nem a teljesség igényével történt, ránéztem, és ez körülbelül annyi volt.
egy A4-es lapon teljes egészében ott van a könyveid és azok a publikációk, amelyekre mostanság is felhördül az az ember, aki a történész és a régész szemével figyeli, hogy mi minden történt Magyarországon. Nehéz és nagy sóhaj volt, amikor nyugdíjba vonultál? Hát ezt tudja mindenki, hogy nyugdíjba vonultam, nem vonultam nyugdíjba. Hát dolgozol ma is. 88. május 1-én járt le a 16 éves igazgatóságom utolsó 5 éve. És akkor úgy döntöttem, hogy ez már nagyon fárasztó ahhoz, hogy a szakmát is tudjam megfelelő szinten művelni. Ezért a megyei önkormányzatnál jeleztem, hogy én nem kívánom megpályázni a következő 5 évet. Amikor Balogh Ibolya elnökasszony a választásnál bejelentette, hogy két jelentkező volt, hogy Demeter Zsófia igazgatóasszonynak gratulálok a megválasztásához, és Fülöp Gyulának megköszönik a sok évtizedes tevékenységét, mint igazgatónak is, és sok sikert kívánnak a további régészeti munkájához, akkor a Fejér megyei hírlap úgy jelennek, hogy Fülöp Gyula nyugdíjba ment. Mindenki azt hitte, ennek voltak előnyei is, talán 2 évig. Tehát tovább dolgozhattál. Hát te természetesen, régész vagyok. Nem igazgató, hanem régész. Vagy fordítva, régész és nem igazgató. Én egyetlen egy könyve címét, illetve jellegzetes mondatát idézném kedves nézőinknek. Rontás ellen házra kiaggatott kutyakoponya. Igen. Ez egy gyönyörűséges, szép mondat. Elmesélnéd a történetét? Hát ez egy avarkori település Szabadbattyán közepén, és ott az egyik ház feltárásánál egy beomlott házról van szó, ilyen putrészerű épületek voltak ezek akkor még. A feltárás közben a padló fölött, az omladékban előkerült egy kutyakoponya, ami más célt nem szolgálhatott, mint hogy amikor a ház még állt, akkor ezt a tetejére rakták ki. Na most ez manapság, tehát még a néprajz is bejön a régészet mellé ilyenkor. Ma is ismert a keleti népeknél, hogy a házra a család totem állatának a koponyáját kirakják, hogy rontás ellen védje a családot és a házat. Van, akik medvefejet raknak ki ott északon, Szibériába, a sztyeppéken általában lókoponyát raknak ki, vagy marhafejet, vagy juhfejet, meg hát kutyafejet is. Itt éppen egy kutyafej volt kiaggatva. A tökéletes cím és a gondolat sem semmi. Szakítottál részben legalábbis, hiszen az imént elmondtad, hogy dolgozol továbbra is természetesen, tehát a főutcán azért megtalálhatunk téged. De hát elköltöztél Bakonykútiba. Szakítottál az urbánus világgal? Valamelyest? Gyerekkorom óta vártam arra, hogy saját kis birtokocskám legyen, mert szeretem a kertművelést, a fákat is, és kivételesen, ha iszik, hanem ásni is szeretek, nem mint régész, és utána gerebézni, és amikor kikelnek a magok, akkor az olyan jó, meg aztán mégiscsak az enyém. Elvetted, na, a permetezés az nem. Elvetted a poén tőlem. A permetezés szerettem az nem. Szerettem volna megkérdezni, hogy Bakonykútiban ásol-e. Nem, mint régész nem. És hát Bakonykútiban teljesen véletlenül keveredtünk oda többen. Valamikor 87-ben építettünk mindenki saját magának kis házikot, és hétvégén mindig kiköltöztünk. És most, hogy harmadik lányomnál 4 éve született az első unoka, már hogy ott náluk az első, akkor a fehérvári lakásomat adattam nekik, mert ilyen 100.000 forintos albérleteket kínáltak mindenhol. Én meg kimentem Bakonykútiba lakni, mert télen kicsit hidegebb van, de... És akkor megszületett a második unoka is itt a Sárjéknál. Gyula, megleheted a nyugalmadat Bakonykútiban? Meg. 132 lakó, gyakorlatilag egy nagy család, ahol azért mindig néha zöldül az evőeszköz, néha megharagszunk egymásra, néhányan megharagszanak egymásra, de ez pár óráig tart. Így van, rendjén. Én hoztam neked egy verset.
Kulcsár Ferenc írta, lám-lám, egy másik Kulcsár, nem a múzeumigazgató. Milyen jó Istenem lenni, világvégi csendben friss levegőt venni, és zimankóban egy kocsmában hevülni, fekete kucsmában. Milyen jó részeg rímeket kitalálni, és híveket szerezni ezáltal, és tengered, uram, átkelni száraz lábbal. Két szememben mítoszok, óceánja ragyog, mint az Isten odafent, könyöklök, hallgatok. Jó, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, dr. Fülöp Gyulával láthatták a beszélgetésünket. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.